portré most következik. A műsorvezető Molnár Szabolcs. A műsor mai vendége Kozma Orsi, énekesnő. Köszöntelek. Szervusz. Van egy olyan dalod most, hogy Örökké, és én mondtam neked műsor előtt is, ez egy újdonság, hogy amikor én legelőször ezt meghallottam, ez egy igazi bók, mert igaz, és bók is egyben, hogy nekem rögtön megtetszett. Ez egy pop dal lényegében, lehet mondani, de a te életedben van jazz kvartett vonal is, meg pop vonal is. Akkor most pop vonal erősödés van? Igen, de általában az életemre mindig is jellemző volt, hogy párhuzamosan több projektben voltam benne, vagy több projektben dolgoztam. Ha szabad egy zárójelet ide tenni, gyermekek számából is kettő van, tehát párhuzamosan kettő. Igen, igen. Érdekes, és ráadásul valahogy a projektek mindig, tehát nem közelítettek, hanem mindig valami távoli szegmensből volt. Tehát amikor például a Jazz meg az meg a Cotton Club Singers dübörgött, akkor én pont egy alternatív zenekarban voltam benne, a Nagy Kriszta Tereskova zenekarában, ami meg egy szöges ellentét, tehát egy eléggé... Igen, de én mondjuk pont élveztem benne azt, hogy szókimondó, hogy olyan művészi, hogy a színpadon szinte mindent meg lehet csinálni, nagyon magával ragadó volt számomra a Kriszta személyisége, azon túl, hogy ő egy eléggé szabadszájú hölgy, de ugyanakkor ő egy nagyon kifinomult, egy nagyon érzékeny lány, aki jobban megismeri. És pont ez a kettősség nagyon izgatott az ő személyiségében, egyszerre művész, ugyanakkor meg egy ilyen nagyra nőtt kislány. És ezzel nagyon jól tudtam azonosulni. Most csak ezzel kapcsolatban is, ha szabad egy picit kérdezelek, ez melyik esztendőben volt? 1999? Hát nagyon-nagyon régen, tehát 95-ben érettségiztem, de akkor nekem már volt egy amatőr zenekarom, a Szűzriadó, egy budaörsi zenekar, és akkor elég hamar belecsöppentem ezáltal a zenekar által a pop szakmába, úgymond, mert a Kim Novák zenekarnak volt az előzenekara egy vidéki turnésorozatban, és én mellette párhuzamosan eredetileg színésznőnek készültem, és a Toldi Mária Musical Stúdióban tanultam, és ott színházzal is foglalkoztam, meg mellette elkezdtem vokálozni, és aztán ezek a munkák így hozták egymás után a másikat, és egyszer csak ott találtam magam a Jazz meg az próba felvételén, és közben az a barátnőm, akivel együtt vokáloztam, ő hívott el például a Tereskova zenekarba is. És ott aztán tényleg szókimondás volt a színpadon, csak azért az ember egy kicsit, ugye? Jól mondom? Tehát igen. Ott nagyon kemény, akár nagyon trágár szavak is mindenféléket Tereskova mondott, és közben nem érezted néha úgy magad, hogy hű, ez már aztán egy kicsit sok. Nem, mert sok. Én tudtam, hogy miért mondja. Tehát, hogy ezek nem ilyen öncélú dolgok voltak, hanem művészi kifejező eszköz volt. Oké, elfogadom. És akkor jazz meg az, de akkor én visszaugrok ide most a jelenbe, hogy akkor azt mondod, hogy párhuzamosan mindig megvolt ez a párhuzam, most is megvan, de akkor most egy kicsit pop erősödés van, és pop erősödés van? Igen, hát alapjába véve énekesnő vagyok, de ha megkérdezik tőlem, mint most te is, hogy melyik műfaj, meg melyik az igazi énem, én pop énekesnőnek vallom magam. Tehát a jazz számomra egy ajándék, egy nagyon érdekes, hosszantartó utazás, amiben belecsöppentem. Eleve a hangom sem olyan szerintem, ami klasszikus jazz hang. 8 évvel ezelőtt egy születésnapi koncertet rendeztek nekem a Márványteremben, a Rádió Márványtermében, és akkor tulajdonképpen ott alakult meg ez a kvártett teljesen spontán, mert hogy ott jazz kellett énekelnem. Külön a Malosik Róbert kérése ez volt, hogy mert lehet, hogy ő már hallotta, hogy én erre is képes lennék, vagy nem tudom. És akkor ott összehívtam egy zenekart, akiből igazából a zongorista az, aki ma. Akkor Szandai Mátyás és Mohai András volt a dobos, de hamarosan átváltoltunk a végleges felállásra, Pusztai Csaba dobosra, Hárs Viktor bőgősre, Cseke Gábor zongoristára, és én alkotjuk így ezt a kvártettet, ami, mint már említettem, 8 éves, és igazából én nem akartam jazzt énekelni, ez így alakult. És akkor párhuzamosan mellette, miután kiváltam a Cotton Club Singersből 2007-ben, Szakos Krisztiánnal elkezdtem dolgozni popdalokon. De előtte is ugye a jazz meg az is pop volt. Csomó más projektben voltam, ami szintén pop, tehát igazából
a popzene az mindig erősebb volt az életemben. Tehát aki picit is kíséri a pályámat, az tudhatja, megismeri azt, hogy igazából nekem ez a műfaj jobban fekszik a jazzbe, valahogy úgy bele tanultam, meg olyan kollégák, olyan barátok vettek tőlük, akiktől lehetett tanulni, akár improvizáció, de én ezt sosem tanultam, tehát zenéket hallgattam, amik rám nagy hatással voltak, és akkor ragadt rám valami. És 2013-ban jelent meg az utolsó lemezem, a Vulkán című lemezem, amit még Szakos Krisztiánnal csináltam, összesen 3 lemezt csináltam csak vele. És... Az már a Babák után volt egy... Igen, a Babák előtt már elkezdtük, és igazából közönség nyomása lett ebből egy lemez, nem akartunk lemezt csinálni, csak születtek folyamatosan a dalok, amiket így kiadogattunk, és akkor készült egy videóklip, meg ez az utolsó lemez, 2013-ban, igen, és akkor utána csönd, mert ugye jöttek a gyerekeim, meg én is egy kicsit így visszavonultam, hogy átgondoljam az életemet, uh-huh. meg úgy újra szerkesztem az életemet, mert azért 2 gyerekkel kicsit azért más lesz a sorrend, és 2015, igen, most már 16 van, 2015 végén találkoztam Pálinkás Tamással, akit egyébként a férjem javasolt, aki szintén zenész, mert új emberekkel akartam dolgozni. És Tamásról tudni kell, hogy ő is egy ilyen underground arca, az Isten háta mögött nevezett zenekar, vagy egy teljes zenekar kapcsolódik többek között a nevéhez, egy zeneszerző, szövegíró, producer, fiatal ember, nagyon-nagyon tehetséges, és igazából előtte nem ismertük egymást, leültünk egyszer beszélgetni, de valahogy annyira hamar közös nevezőre jutottunk, meg így érezt, hogy én mit szeretnék, tehát én nagyon szerencsés találkozásnak mondhatom, hogy elég hamar meg is született az Örökké című dal, ami kicsit más, egy új oldalamat mutatja meg, kicsit letisztultabb, nem annyira tömött hangzás, mint amit a Krisztiánnal csináltunk, nem annyira szerteágazó, és sokkal egységesebb, letisztultabb, és ugyanakkor az ének hangom, meg a szöveg, meg a dal mondani valója így jobban előtérbe tud kerülni. Úgyhogy én nagyon boldog vagyok és elégedett ezzel a dallal. Azon gondolkozom, hogy te mennyire vagy lázadó. Mondtad, hogy például 2013 után végig gondoltad az életedet. Nyilván, ahogy egy anya szül, főleg ha ikreket, akkor gondolom, hogy minden tényleg újra kell értelmezni, minden teljesen megváltozik. Valamennyire voltál lázadó, és valamennyire vagy most is? Vagy lehet, hogy nagyon? Ez egy nagyon jó kérdés, mert igazából most már szerintem lenyugodtam. Le is kellett. Igen, vagy a lázadásom inkább átcsapott valami másba, tehát hogy áttransformálódott valami másba, de igen, például amikor elvállaltam a Krisztával való szereplést, vagy elvállalok néha olyan megkerestést, amit először kicsit meghökkentőnek érzek, vagy nem érzem bele magamat, és gondolkodási időt kérek, és utána mégiscsak megtalálom benne magamat, vagy egy színházi darabba való felkérés, ami egy új kihívást hoz, akkor a lázadó énem, vagy ez a kíváncsi énem, ez nagyon tud örülni, és akkor lubickol. De ez a fajta lázadás már nincs bennem, meg az a fajta nagy útkeresés, meg hogy most ki vagyok én, meg hogy milyen is az igazi hangom, meg az most úgy lenyugodni látszik, vagy igazából lehet, hogy most már úgy érzem, hogy révbe értem, és sokkal tudatosabban csinálom a dolgaimat, mint régen, amikor nagyon ösztönösen, és jött egyik dolga a másik után, és igazából szinte majdnem mindent elvállaltam, mert olyan dolgok kerestek meg, vagy találtak meg, ami be tudta magam képzelni. Ezt egyébként zárójelben megjegyzem, hogy azért mindent nem vállalok el, csak amivel tényleg úgy érzem, hogy tudok azonosulni, és tényleg helyem van benne. De nagyon szerencsés voltam, mert eddig mindig olyan feladatok kerestek meg. Nagyon ritkán mondtam nemet. Mert mindig is izgatott az, ha nagyon-nagyon idegennek érző dolog jött, hogy vajon hogyan tudnám megoldani azt a feladatot. És a jazz is ilyen volt egyébként, mert amikor László Boldizsár megkeresett a Cotton Club Singers-be, hogy énekeljek Zsédenyi Adrián után, én majdnem kiejtettem a kezemből a telefon, hogy mit keresnék ott. Hát ez egy iszonyú nehéz 4-tagú vokál csapatban szopránként énekelni. Nem is vagyok szoprán, én inkább mezzó vagyok. És hogy fogok ezzel a dologgal megbirkózni? És Boldizsárék bizalmat szavaztak nekem. Mondtam, hogy átgondolom, legyen egy próbaéneklés, megtanultam pár dalt.
de ők annyira bíztak bennem, meg annyira aranyosak voltak, és a próbaéneklés is annyira jól sikerült, hogy utána igen mondtam, de én nem gondoltam volna előtte, hogy a Cotton Club Singersben fogok 7 évig énekelni. Ez érdekes, mert lehet, hogy akkor így lehet mindig emelkedni, hogy az ember mindig valami újat is megtapasztal, megtanul, és akkor mindig egy kicsit emelkedik, de úgy is hozzá lehetne állni, hogy a kipróbált olyan dolgok, amiket érzel, hogy ezt meg tudom csinálni. Így is lehetne az életet élni, hogy akkor azt vállalom el, és akkor úgy, lehet, hogy úgy is lehetne fejlődni. Igen, de mondom, tehát olyan bizalmat szavaztak ők is nekem, hogy ettől megjött a bátorságom. És igen, tehát ezekből az új, tehát én nagyon szeretek tanulni, fejlődni, tehát nekem ez már egy ilyen kihívás a kihívásban, hogy szerintem ez visz előre. És az egész pályám ilyen egyébként, hogy én mondhatni, én végigjártam a Szamár létrát, tehát én nagyon sokat vokáloztam lemezeken, koncerteken, Konzsuzsa mellett állhattam, Tolcsvai turnét csináltam, Charlie-val dolgoztam, Balázs Fecóval, rengeteg lemezen közreműködtem, és én ezekre mind-mind nagyon büszke vagyok. Tehát Dés Lászlóval is így ismerkedtem, megemlékszem, még nagyon kicsi voltam, a Dzsungel könyvét vette föl, a musical hanganyagát, és ott a kórusban énekeltem más vokalista Nagy Ágyukkal együtt, a Tunyogi testvéreket megemlítve például, akik abban az időben top sztár vokalisták voltak, és ugye Bernadett külön-külön is kiváló színésznő, és aztán az Orsi is szólóban nagyon szép karriert futott be. Úgyhogy én tényleg azt gondolom, hogy én a sors tenyerén hordoz, mert eddig mindig jó dolgok találtak meg. Nagyon-nagyon ritka volt az olyan dolog, amit úgy nem, de például megkeres egy fiatal DJ, vagy egy volt, hogy elvállaltam, de tényleg a zene miatt, meg azt gondoltam, hogy mennyire jó pofa az a dolog, amit az illető kitalált. Úgyhogy a zene az egy örök szerelem, a színház is, de abból kikoptam. Mert hát igen, ez igen, mert eleinte ugye valahol Európában, az Operett Színházban egy évadot csináltam, pont Tunyogi Bernadett helyett, aki elment külföldre vendégszerepelni, és ott az Éva szerepét, ami egy főszerep, Kulka Jánossal karöltve megcsinálhattam, és utána jött a Dzsungel könyve, Budapesten és Fehérvárot, úgyhogy utána megcsináltam egy koldus operát Egerben, Bodrogi Gyulával, Molnár Piroskával, Hegedűs D. Gézával, úgyhogy volt egy ilyen nagyon szép ív ennek az egésznek, de utána valahogy megijedtem, mert annyira én középszerűnek éreztem magam, és ugye én nem végeztem főiskolát, és nem volt se időm, se lehetőségem arra, hogy valahogy tovább képezzem magam. És igazából én magam mondtam azt, hogy hát ez egy pont a rendezőnek, hogy hát, hogy én ezt nem bírom meg. Nem voltam magammal megelégedve, pedig úgy éreztem, hogy nem voltam rossz. Meg úgy segítettek ezek a színész óriások nekem, de úgy akkor úgy ez az elégedetlenség, ez akkor így elzárt bennem valamit. Holott ugyanakkor nagyon izgatnak ezek a dolgok, meg volt egy tévés munkám, a Tűzvonalban című sorozat, ami futott régebben, és ott volt egy, nem csak énekeltem, hanem volt egy pár mondatos párbeszédem Stoll Andrással. Ugye ez volt az utolsó ilyen filmes munkám, de hát az nagyon-nagyon jó volt, ez nagyon jó élmény volt. Úgyhogy azt egy picit sajnálom, hogy ezt így magamban elzártam. Most. Aztán ki tudja, hogy igazából mondtad, hogy végigjártad a Szamár létrán. Igen. Az jut eszembe, hogy a Szamár létrát lehet, hogy egész életünkben járjuk, nem? Tehát, hogy az utolsó lépcső hát ez ki hogy fogja fel, igen. Igen, mert például ott vannak a tehetségkutatós gyerekek, felnőttek, akiket nem irigylek, mert őket bedobják a mélyvízbe. Szó szerint dobják, az inkább egy Szamár ugró. És utána vagy tényleg az ember előről kezdi, mert rájön arra, hogy ez egy bizonyos dologra elég, és ugyanúgy előről kell kezdeni, vagy pedig úszik egy ideig a cápákkal, vagy a többi hallal együtt, és aztán szegény kifúj. Tehát, hogy ez egy nagyon, az egy nagyon nehéz szituáció. De hogy megvédjem őket is, én azt hiszem, de hogy én tudok. Is védelemből mondom, tehát én sajnálom őket, mert ez egy tényleg egy olyan tehát minden szempontból egy versenyszituáció. Tehát nekik nem csak ott kell, hanem utána is az utóéletüket megoldani, és nagyon-nagyon nehéz, akinek pláne nem lesz menedzsere, meg segítsége, és így elveszik nagyon sok tehetség egyébként. Az lehet, igen.
meg a lelkesedés is lehet igen. belőlük, de ahol nem vészel a lelkesedés, gondolom, hogy ott előbb-utóbb kiforhatja magát valami, illetve én azt hiszem, hogy látok arra is példát, hogy van, akinek sikerült azóta is mondjuk 5 éve, 10 éve már szinte folyamatosan egyfolytában menni, és ugyanabban a lendületben lenni, ami külön nagy dolog lehet, igen. de van, igen. akinek megy. Neked igen. a férjed is egyébként ugyancsak zenész, ő dobos. Igen, dobos. Most jelenleg a Neo zenekarnak a dobosa, illetve az Animal Cannibals-ben is, meg hát az én zenekaromban is feltűnik. Igen, egyébként ez egy nagyon érdekes szituáció, mert egy Szlovákiában volt egy fellépésünk, egy koncertünk, és tulajdonképpen ez a helyettesítés, illetve hát a buszon, a turnébuszban valahogy egymás mellé keveredtünk, de valahogy úgy elkezdtük beszélgetni, és de nem olyan jellegű volt a beszélgetés, mint hogyha ő így froszízna, vagy így mindenbe belekötött, és nekem nagyon nem volt szimpatikus. Erre szokták mondani tényleg, és az de, lett. De ez nem az a kategória, hogy tetszik egy lány, meghúzom a haját, hogy valahogy felhívjam el a figyelmet, hanem itt tényleg itt rendesen belemerültünk egy vitába, és én rendesen haragudtam rá, hogy nem ért meg, mit nem lehet ezen megérteni, nincs igaza, máshogy látom. Na és ebből a beszélgetésből aztán... Lehet, hogy csók lett belőle. Egy évvel később már házasság lett, igen. De egyébként tényleg így szokott a filmekben is lenni, nem? Igen, hogy igen, igen. Már szinte vitáznak, vagy nem is szinte, és aztán egyszerre csak elcsattan egy csók, szerelem igen, lesz belőle, igen, és aztán igen. ikerpár születik belőle. Igen, igen. Akik már most akkor bölcsések. 2 évesek, igen, 2,5 évesek, igen. Hmm. Igen. Ketten vannak, és lányok. Igen, 2 petélyű ikrek, és lányok, és hát nem gondoltuk, hogy ikreink lesznek, mert a családban nem volt erre példa, de így alakult, és nagyon boldogok vagyunk, tehát 2 gyereket terveztünk egymás után, de pont jó és tökéletes, és szuper, ahogy ez így van. Nagyon kiegészítik egymást, nagyon-nagyon különbözőek, tehát az egyik kékszemű, szőkehajú, a másik barna szemű, barna hajú. Külsőre, belsőre, habitusra, mindenre nagyon különbözőek, de mégis kiegészítik egymást, és szuper gyerekek tényleg. És bírod egyébként, mint anyuka? Tehát, hogy is van segítséged például, és hát, ha van, akkor hogy, és ki, és hogyan? Igen, igen, hát hála Istennek minden nagyszülő aktív, és tele van energiával. De úgy amúgy, vagy pedig a segítségben aktív? A segítségben is, aktív, hála Istennek. Az elején volt nehéz, most, hogy már nagyobbak, és már sokkal jobban lehet velük kooperálni, én már sokkal könnyebb, de régen szinte mindig volt, vagy az anyukám, ugye a férjem is nagyon sokat besegített, vagy a férjem szülei, akik egyébként Gyulán élnek, és már idősebbek, 70-en túl vannak, de mindig felutaznak és segítenek, vagy mi megyünk le, ha úgy adódik. De az édesanyám szinte minden nap, amikor még kisebbek voltak a gyerekek, ott volt, mert nem győztük, de tényleg. Aztán amikor elkezdtek szaladgálni, akkor is nagyon, mert nehéz volt. És ugye még fedezték fel a körülöttük lévő világot, akkor anyukám arra, én meg erre, tehát. De volt, amikor egyedül voltam, és téptem a hajamat, mert nem tudtam, hogy merre induljak, mert az egyik a galériára mászott fel, már majdnem, a másik pedig nem tudom, a mosógép mögött volt, vagy szóval rengeteg vicces szituáció volt, szóval tényleg nehéz, de... És rengetegszer érzem azt, hogy nincs elég energiám, és most már a türelmemet is feszegetik, mert most már 2,5 évesen már az is, ugye, mindezzel együtt, szóval nem, tehát nagyon jó, hogy így alakult, és nagyon boldog vagyok, hogy anyuka lehetek, még így már, hogy már 39 éves vagyok, ez nem titok, de érdekes, egy iszonyú... Már bocsánat, hogy beleszólok, hogy így vállalod is, és ki is mondod szívesen, nem minden nő teszi ezt így. De nálam ez nem hiúsági kérdés, szóval az én életemben így alakulhatott volna máshogy is, mert a munkámat én félre tudtam volna tenni, de hát a férjemet is későn ismertem meg, és aztán így alakult a gyerekvállalás, de szóval... Tény is való, hogy a gyerekek vannak a középpontban, és köréjük kell mindent megszervezni, és tényleg hetekre, hónapokra előre megvan a logisztika, hogy ki mikor, ha nekem fellépése van, amikor mind a kettőnknek fellépése van, akkor hogy van.
Úgyhogy hetekre már előre látjuk mind a ketten, és már szervezzük. Tehát mindent meg lehet oldani, csak előre meg kell szervezni. Egyébként valószínűleg a tervezés is jobban alakul így a családi életben, hogyha már gyermekek is vannak, akkor még inkább kell tervezni, ezt mi is tapasztaljuk, nekünk is két Igen, gyermek. Meg nekünk is jó, mert ugye a művész az... Nem mindig tervez esetleg? De tervez, csak hajlamosak vagyunk arra, hogy na majd lesz, tehát hogy így rábízzük a sorsa, és én így jobban szeretem, hogy így előre, meg a férjemet is egy kicsit jobban kordába tartja, meg az egész családot, hogy most már tényleg van napirend, meg vannak fix pontok, amiköré lehet szervezni. Hát megváltozott. Hát most már minden nap 5:30-6-kor kelünk, még akkor is, hogyha hajnalba érek haza egy fellépésről 3-kor, tehát azért anyának fel kell kelni. Tehát anya nem alhat tovább, akkor is, hogyha apuka felébred és átvállalja a reggeli dolgokat, mindig bejönnek a gyerekek, hogy anya. Úgyhogy be se tudom zárni, mert akkor megdörömbölnek az ajtón, úgyhogy nincs mese, fel kell kelni. De lehet, hogy fognak 7-ig, 8-ig is aludni nálunk, előfordul. 8-ig. Tényleg? Igen, 8:30 is volt már. Igen, igen. Na, hát nálunk nem. 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 És fürdetés este 8-9-kor? 8-9 között, uh-huh. Igen, igen. Ez tényleg ketten vannak, ebben mindig bele kell gondolom, egyszerre fürdenek, és egy nagy kádban? Egyszerre egy nagy kádban, igen. De hát nagyon ügyesen tudnak ők már önállóan mindent csinálni, úgyhogy az öltözésnél kell segíteni. De ugye a bölcsöde az abból a szempontból is nagyon jó, hogy nagyon húzza őket, nagyon sok dologban rohamosan fejlődnek. De hát ők ugye ketten vannak, meg ők előtte is jártak közösségben, nagyon szociálisak, úgyhogy igazából ebből a szempontból a bölcsöz nem volt probléma, de még jobban kinyílt a világ, még inkább barátkozóbbak, úgyhogy szerintem mire óvodába megyünk, ez nem lesz probléma. Legalábbis én így képzelem, aztán néha az élet felülír egy csomó minden, de ők nagyon jól veszik az akadályokat. És akkor a gyakorlatban pedig azt mondod egyszer, egyrészt most még bölcsödébe járnak, például hétköznapokon, minden nap? Nem, 3 napot járnak bölcsödébe, illetve hát, ha betegek, akkor van pótlásra lehetőség. Igen, és amúgy pedig otthon akkor a nagyszülők, akik jönnek? Nem, hát most már egyedül, tehát vagy én, vagy a férjem, és ha fellépés van, akkor vagy ha olyan el kell mennünk, akkor a nagyszülők, de most már egyedül, tehát egyedül csinálom. Uh-huh. Igazából lehet mondani más anyukáknak, akik esetleg kezdők, hogy 2 év, 2,5 év, és bele lehet ilyen jól rázódni. Hát igen, de mindig jönnek az új kihívások, tehát ezt szerintem te is tapasztalod, hogy minden egyes kornak megvan a maga nehézsége, szépsége, úgyhogy ha az egyik akadályt leküzdtük, vagy nehézséget, akkor jön a másik. A másik, és azt mondtad, hogy a türelmedet feszegetik most így éppen, van, akkor lehet, hogy most ez a következő fázis, hogy egy kis igen, türelem. De érdekes, tehát hogy ez nem véletlen, hogy így alakult, hogy egyszerre ketten vannak, mert szóval én azért rengeteget tanulok tőlük, mert nagyon jó tükröt mutat a gyerek a felnőttnek, és nincs ilyen megfelelési kényszerem, tehát magamnak felállítottam egy mércét, és szeretném jobban csinálni. És vannak olyan szituációk, amikor volt olyan, hogy én bocsánatot kértem a saját gyerekemtől, mert egyszerűen úgy éreztem, hogy így a helyén való, és a lelkemben is így tudtam helyre tenni dolgokat, és iszonyúan tudnak partnerek lenni. A gyerekeket alábecsülik, igenis lehet velük dolgokról beszélgetni, még olyanról is, amit a felnőtt azt gondolna, a gyerek nem érti meg, a gyerek megérti. Hát meg amúgy is hallja egyébként, mindent hall, ami körülötte történik, igen. Amit a szülők beszélgetnek, igen. A felnőttek beszélgetnek, igen. Innen-onnan beszűrődik. Egyébként én magam is ezt gondolom, hogy gyermekkel is a maga szintjén, de mindent érdemes megbeszélni. Így van. Nagyjából úgy, ahogy van. Így van, amikor elmegyünk, és akkor elmondom, hogy anya éppen énekel, ez a foglalkozása, vagy apa. Tehát, hogy mi nem, igaz, én nem hurcoltam mindenhova fellépésekre, mert úgy éreztem, hogy legyen meg a nyugalma mind a két gyereknek, meg ráérnek, lesz még rá alkalom, de voltak már apa és anya koncerten is, és nagyon érdekli őket, meg nagyon élvezték ezt a dolgot, de én a médiában se, hogy van interjú, én nem hurcolom őket magammal, mert úgy érzem, hogy nem helyén való. Jó, nyilván volt olyan szituáció, amikor annyira kérleltek, és úgy éreztem, hogy belefér, és a gyerekek nyugalmát se zavarja meg, volt ilyen fotózás, de ráérnek még ezzel, meg ha érdekli őket ez a világ, én meg fogom nekik mutatni, de én nem akarom, hogy minden áron ők zenészek legyenek. Azt szeretném, hogy jobb boldogok legyenek abban, amit majd választanak, meg csinálnak. Meg
csak hogy simán boldogok legyenek. Most az jutott eszembe, hogy ha az egyikük majd egyszer csak szól, hogy anya, elviszel magaddal, és mondjuk pont egy interjúra mész, akkor mehet veled? Mehet, csak nem biztos, hogy ez egy nyugodt interjú tud lenni, mert szerintem az a normális, egy gyerek nem tud végigülni egy, vagy lehet, hogy tud, de már nagyobb egy interjút. Persze, hogyha benne meg lesz ez, vagy megfogalmazódik ez az igény, akkor igen. Örülök, hogy összeültünk, és köszönöm szépen. Én is köszönöm. És találkozzunk legközelebb is. Együttműködő partnereink Fészek Művész Klub. Exkluzív programok a fészek-művészklub.hu oldalon. www.szervető.hu Élő hagyomány hazai ruházaton. www.cipőfalva.hu A mi áraink nem szorítanak. Jó dolog az Esperanto. www.esperanto.hu